A korábbi években rendre nagy üzem és teltház volt a hazai szállodákban karácsonykor, sokan döntöttek úgy, hogy nem otthon ünnepelnek, inkább az utazást választják. A koronavírusos helyzet, ahogy mindenen, úgy ezen is változtatott. A 2020-as karácsonyhoz képest természetesen idén sokkal jobb a helyzet, hiszen egy évvel ezelőtt ilyenkor ki sem nyithattak a szállodák, panziók, vendéglátóhelyek. Idén újra fogadhatnak vendégeket a szállásadók az ünnepi időszakban. A járványhelyzet miatt azonban most, 2021 karácsonyán nincs még meg az emberekben az a fajta utazási, szórakozási kedv, mely a teltházat biztosítaná a hazai szállodákban, de még így is sokan ünnepelnek valamelyik hazai hotelben, panzióban. Karácsony, szilveszter, a két ünnep közötti időszak tradicionálisan teltházas időszak a magyar szállodákban. Most is látszik az, hogy továbbra is fennáll ez a fajta kedv. Nagyon szeretnek a vendégek elszabadulni. Nagyon sok esetben egyébként nagy családoknak ez az infrastruktúrális lehetőség, hogy a család együtt karácsonyozzon, mert az egyedi családtagoknál nem férnének el, és akkor így mindenki össze tud gyűlni. Mi ilyenkor a külön termeinket is nagyon sokszor egy-egy családnak adjuk, akik 10-15-en, 20-an vagy akár még nagyobb létszámban is érkeznek, és akkor itt közösen tudják tölteni az ünnepeket. Civilek gyűjtöttek hivatásosoknak, immár 5. éve ajándékozzák meg a tűzoltókat, mentőket, kórházi dolgozókat, rendőröket a kéklámpás őrangyalok segítségével a székesfehérvári emberek. Ebben az évben olyan csomagot állítottak össze a szervezők, melyben gyerekrajzok, ajándékok kaptak helyet, mellyel ki lehet fejezni a hálát az egyenruhások felé, hogy egész évben vigyáznak ránk. Az ajándékok mellé olyan élelmiszerek is kerültek a csomagba, mely a pihenő időben gyorsan elfogyaszthatóak, ezzel is könnyebbé téve a mindennapokat. Civilként kezdtük és civilként folytatjuk. Civil embereknek az ajándékait adjuk át, és hát egy ilyen tolmácsoljuk a köszönetüket a tűzoltóknak, mentősöknek elsősorban, kórházi dolgozóknak, néhányuknak, rendőröknek, egy ilyen köszönetképpen, hogy vigyáznak ránk az év minden napján és minden órájába. A karácsony ugye ez egy ilyen szép alkalom erre, és hát ugye évvége is, tehát ezért ragadtuk meg mi is ezt az ünnepet ezzel kapcsolatban, de amúgy ezt bármelyik napon megtehetnénk. Tehát ez inkább úgymond egy ilyen gesztus, tehát a civileknek az ajándékait egybe összegyűjtve mi vállaltuk, hogy minden évben átadjuk. Karácsonykor, az adventi időszakban minden évben megnő a lakástüzek száma. A problémát ilyenkor többek között az okozza, hogy az ünnepi készülődés közben megfeledkezünk az égő gyertyákról. A legfontosabb természetesen a megelőzés, ha kimegyünk a szobából, fújjuk, oltsuk el az égőgyertyát. Idén is volt már ebből gond, egy fehérvári társasházban egy adventi koszorú kapott lángra, és vele együtt az asztalterítő is. Szerencsére az ott lakók gyorsan reagáltak, és egy másik terítővel elfojtották a tüzet, így nem lett baj. De a karácsonyfa is, főleg ha már kiszáradt, kifejezetten gyúlékony. Gyertyát és csillagszórót karácsonyfán semmi esetre se gyújtsunk meg, főleg az idő előre haladtával, amikor a szobában felállított, kivágott fenyő már annyira kiszárad, hogy akár egy csillagszóró szikrájától is könnyen lángra kap, és egy pillanat alatt végigég. Ha kigyullad a karácsonyfa, akkor cselekedjünk gyorsan, hiszen nagyon gyorsan terjed a tűz, próbáljuk meg ezt a karácsonyfát hirtelen eldönteni, elfektetni, és ha közelben van, akkor egy vagy kettő szétnyitott pokróccal lefedni, ezzel megakadályozzuk, hogy a tűz még több oxigént kapjon, elfojtjuk úgymond a lángokat. A Magyar Táncsport Szakszövetség nemrégiben vette fel a versenytánc és az akrobatikus rock'n'roll mellé a break-kel együtt harmadik és negyedik szakákként az autentikus modern és divattánc szakágakat, ami alá tartoznak a színpadi művészi táncok. A Magyar Táncsport Szakszövetség az egyetlen táncsport téren hivatalosan elismert szakági sportszövetség, így az ő versenyeiken résztvevők már teljes jogú sportolónak számítanak. Az ünnepek előtt első ízben rendezték meg a Magyar Táncsport Szakszövetség égisze alatt a színpadi művészi táncok magyar bajnokságát Csömörön. A fehérvári Táncélet KS-e szép számú versenyzővel képviseltette magát az országos bajnokságon, ahol remek eredmények is születtek. Tombor Tímea, Orbán Orsolya és Máté Nikolett tanítványai közül Salló Zsófia és Vitéz Emma Róza magyar bajnoki aranyérmet szerzett, míg Bokor Zsanett és Mátéfi Nikolett ezüstérmes, Gede Ágnes pedig bronzérmes lett kategóriájában, de ki kell emelni német Laurát is, aki az erős mezőnyben az igen előkelő 7. helyen zárta az OB-t.
A sikeres bajnoki szereplés után a táncosok egy kis pihenő után újult erővel vágnak bele a jövő évi felkészülésbe.